parlament kapujához, négy kapujához a Sorompó kerét. És ezek a középiskolás diákok molinót kifeszítve beálltak a Sorompó kerét, és nem engedték az autós forgalmat. Majd ezt követően a rendőrség kiérkezett és intézkedett. Azt kell, hogy mondjam, hogy a rendőrök nagyon korrektül jártak el, hiszen parancsot teljesítettek, viszont elvitték a középiskolás diákokat. Információink szerint még mindig nincsenek szabadlábon. Nyilván fogadottasítják az intézkedést ellenük. Nem a rendőrökkel van baj, azt hagyd mondjam el, hanem a demokráciával Magyarországon. És engedjék meg, hogy az egyik apukát itt köszöntsük a színpadon, akinek a kislányát bevitték, és hát izgult. Sziasztok, Lóra! Én se készültem semmivel, és nekem most csak érzéseim vannak. És ráadásul nagyon-nagyon ellentmondásos érzéseim vannak. Ja, Krasztek Péter vagyok, igen. Ha véletlenül valaki. Na, tehát ellentmondások az érzéseim, mert tényleg gyerekekről van szó, gimnazistákról van szó, akiket nem tudom, hogy be kellett volna, vagy be kellene ebbe lépniük. És ebben az egész mi küzdelmünkért, küzdelmünk mellé be kell állni a demokráciáért. Másrészt viszont, hát én lennék az első, aki szembe köpném magam, hogyha azt mondtam volna a gyereknek, vagy azt mondanám a gyereknek, hogy gyere el onnan, és te csináld ezt. Mert hát ezt látja, mióta ebben az országban ilyen állapotok uralkodnak, és ez az őrület elkezdődött a legutóbbi választások óta. Tehát ellentmondásosak, és most persze nyilván izgulok, de ugyanakkor azért van bennem valami büszkeség, hogy ő nem csak az én életemet folytatja, vagy az én világomat folytatja, és ezt látja, hanem a dél nagyapját is, aki antifasiszta ellenálló volt. És tehát az egész azt a magyar hagyományt viszi tovább, amiről mostanában gyakorlatilag senki nem szeret beszélni, vagy csak úgy beszélnek róla, mint valami teljesen megvetendő és teljesen mellékszálát a magyar történelemnek. Az a nagyon szomorú, hogy ebben a helyzetben a gyerekek is látják már, hogy mi zajlik ebben az országban. Ők is érzik, hogy az ő bőrükre megy az egész felsőoktatási reform és minden, ami gyakorlatilag csak korlátoz, és ezt nem szeretnék. És én magamat látom benne egy kicsit a 89-es élemet, én a nagyapámat látom benne 42-43-ból. Azért ez nagyon jó érzés. És én is szeretném ugyanazt elmondani, mint a Péter, tehát hogy apukaként én jelen voltam, láttam, hogy mi történt. Egy percig nem éreztem azt, hogy a gyerekemmel gorombán bántak volna, vagy nagyon odafigyeltek ezek az emberek, akik bevitték, tehát valamilyen szinten köszönöm nekik, hogy gondosak voltak a gyerekemmel. És olyan szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött. Én igazából most tudnék más minőségemben beszélni. Köszönöm szépen!